A szekszárdi jégcsarnok elkészültve sanszot adott a minőségi jégkorong utánpótlás képzésnek. A jégmadarak kezdő, előkészítő korosztályaiban mindig is jelentős számmal voltak jelen a tolnai gyerekek a közelebbi és a távolabbi múltban is. Mert hogy a tolnai illetőségű ízügyvérig sportembernek számító Beregi Károlynak már akkor is szívügye volt a jégkorongsport, amikor még csak a befagyott tolnai Holduna állt rendelkezésre a gyakorlás színhelyén. Ő aztán tudja értékelni, meg bizonyára a gyerekek is, a mostanság beköszöntött 21. századi körülményeket. Amikor eljött a március, akkor sajnos le kellett húznunk utána a rólót, most pedig folytathatjuk a programot, utolérhetjük magunkat, egész más ritmusba lehet edzést tartani. A gyerekek is nagyon szívesen várják ezt a változó helyzetet, és nagy örömmel veszik azt, hogy jégen edzhetnek tovább. Karcsi bácsi a vezetőedző Kakas Krisztián megbízásából, megyei kitekintéssel, a kezdőkkel, az újoncokkal való foglalkozásnak az első embere, és persze a toborzásnak is. Ezek között voltak, vannak, és szinte garantáltan lesznek is tolnai gyerekek. Hallottam egy ilyen kifejezést, hogy a Tolna megye jégkorong bölcsője az Tolnán ringott. Ez valóban így van. Egy kicsit talán az én hozzájárulásommal is, az én munkámmal is, de a korábbi időkben is a tolnaiakra jellemző volt a jég szeretete, a hoki szeretete, és nagyon sok gyereket merítünk Tolnáról. Éppen ezért Tolnán csináltunk egy országos szinten is egyedülálló kis létesítményt, aminek Tolnai Kori Tanoda a neve. És ebbe a tanodába a tolnai gyerekeket, kicsiket előkészítjük arra, hogy később, amikor ide kerülnek a jégmadarakhoz, akkor már szinte gyakorlott és versenyre kész játékosként érkezzenek ide. Ebben a nyári időszakban sokat segít a rokon sportágnak számító gördeszka, görhok is. Az U14-es korosztályhoz tartozó Potyondi Botodnak is része volt ebben, ami ugródeszka volt a jégkoronghoz. Várja már az igazi nagypályás meccseket a szekszárdi jégmadarak színeiben. Csak a görhok is edzéseken voltam, meg tavaly ott a sátorba kezdtem el jégkorongozni. Korcsolyázni akkor tanultam meg úgy igazán, azelőtt is tudtam valamennyire, de akkor igazán megtanultam, és hát az alapokat akkor tanultam meg. Ami a csapatban betöltött posztját, szerepét illeti, nos Botond előjátszva nem elsősorban a gólövésben, hanem az előkészítésben jeleskedik. Igazából minden megfogott benne. Ez egy jó sport, több barátom is jár. Aha, nagyon kemés, és mi van akkor, amikor egyszer egy nagyot estek a jégen, és utána még sajog? Nem probléma? Akkor is jönni akarsz edzésre? Igen, mert most ez előfordul. Rálátásom van a megye több városára, ahol görkoris programokat szervezünk. Az Egyesület megbízása alapján, hogy rálátásunk legyen több városnak a korcsolyás életére. A tolnai korcsolyás életet azt tovább folytatjuk, és tavasszal indítunk új csoportokat Tolnán. A tolnai szekció tagjai a főgleny testvérek. A kisebbik fiú Bence az U10-es, az idősebb Dávid az U12-es korosztály edzéseit látogatja. Utánuk is újak jönnek. Annál is inkább, mert hogy Beregi Károly, a már említett tolnai hoki tanoda korhatára levinni az óvodás korig, nem feltétlenül csak a jégkorongot szolgálva a gyerekek sportmozgásokra való rávezetésébe. Ebbe a programba kori előkészítés, labdás felkészítés, tehát nem sporták specifikusan foglalkozunk a gyerekekkel, hanem előkészítjük úgy a gyerekeket, hogy a labdajátékok alapjait megismerjék, teniszezés alapjait, korcsolyázás alapjait, és ebből a kis előkészített csoportból a rátermetteket, az arra vállalkozókat hozzuk tovább a szekszárdi jégmadarakhoz. Minden edzésen mindent tanulunk, meg játszunk is. Aha, a tolnaiak összetartanak egyébként? Együtt is jöttök edzésre? Hát szoktunk néha. Alakulóban a szekszárdi jégmadarak országos nagypályás bajnokságban elindulni tudó U16-os csapata is. Jó az esélye annak, hogy tolnai származású, vagy éppen itt felcseperedett játékos tagja legyen a majdani bővebb